iskolából, és az osztályfőnökök, most már volt osztályfőnökök, bejelentették, hogy innentől kezdve nem osztályfőnökök. És ezen mindenki nagyon meglepődött és megrökönyödött. És a diákság azt érezte, hogy tennie kell valamit, mert ha a tanári kar nem hajlandó együtt dolgozni a megbízott igazgató úrral, mert a tanár úrral, akkor ez már valami jel. Mert a mi tanáraink becsületesek és egyenesek, és nem gondolatlanul olyan dolgokat, amire nem lenne jó indokuk. Éppen ezért mi diákok, ugyan elhatároztuk, hogy elhagyjuk az iskola épületét, ez meghiúsult, tekintve, hogy be voltunk zárva az iskolába. De mind a 600 diák lejött ide az aulába, leültünk, és hát gyakorlatilag sztrájkoltunk. Szimpátiatüntetésnek is mondhatjuk ezt Cita Zoltán igazgató úr mellett. Én úgy gondolom, hogy ha a diákság nevében azt mondom, hogy elsősorban nem Mede tanár úr személyével van problémánk, hanem azzal, hogy egy új igazgatót kapunk 4 hónapra, az érettségig, a házi vizsgát, az elnyelemtetőségig, és egyáltalán egy rövid időtartamra egy új igazgatót. Nem igazán értettük, hogy miért nem lehetett volna ezt a döntést elhúzni mondjuk augusztusig, mivel egy igazgatóváltás azért elég jelentősen befolyásol diákot, tanárt és mindenféle alkalmazottat egyáltalán. Ezért is gondoltuk azt, hogy kiállunk Cita Zoltán igazgató úr mellett, és petíciót írunk. Na már most ezt a petíciót elég sokan aláírtuk, nem tudom pontosan, hogy hány aláírás ült össze, 200-nál azt hiszem biztosan több, és szeretnénk kifejezni Cita Zoltán igazgató úr felé a támogatásunkat. Thank you.
kíván nyilatkozni, és nem kíván a kérem szépen, hogy írja alá azt az ívet, ami itt körbejárt az asztalnál, most már végig sincs a dolgok, hogy én nem írtam alá, de alá fogom nem írni. Úgyhogy legyenek kedvesek, különlegesek lenni, és járjunk körbe ez az ív, mert azért ez fontos, hogy igenis előbb tudjunk tudatni. Köszönöm szépen!
Azt is tudjuk, hogy a gyerekek készítettek a CITA tanárról mellett szóló petíció. Szeretnénk hasonlóra biztatni a szülőket. És én azt gondolom, hogy várjunk egy nagyon picit még, jó, hogy 10 percet, negyed órát, hát több választjuk. Ettől? Nem elég? Hanem, de hogy lehet ilyen nevetséget bátor egyetlen politikát? Ja, de az én sem. Jó estét kívánok, Bene Norbert vagyok, és szeretnék bemutatni önöknek egy hölgyet, ő a fenntartótól érkezett, mégpedig dr. Túri Ivoja, a Pest megye intézmény fenntartó központ központvezetőjének helyettese, és az ő főnöke, a központvezető töltött el a... És az miért nem jött el a főnök? ...ügyében, és egy sajtóközleményt szerette felolvasni, miért egy gyermeket küldött? Gyerekkel ismertetni, és kérdéseket használta, ezt nem lehet feltenni. Jó, hát miért nem a főnök jött el? De, hát ez nevetséges. A gyermeket kellett elküldeni. És mindenkit tisztelettel köszöntök. Dr. Túri Ivoja vagyok, a Pest megye intézmény fenntartó központ központvezető helyettese. A szakmai terület felelős vezetőjeként vagyok itt jelen. Igen. A mai napon a hivatalos sajtóközleményét szeretném is ismertetni a Pest megye intézmény fenntartó központnak. Nyilvánvalóan azzal, hogy nagyon sok kérdésükre remélem, hogy ez már választ is ad. Természetesen arra nincs mód, hogy minden kérdést, minden észrevételt feltegyenek, de igyekszem a sajtóközleménnyel ezekre választani. Kérem, hogy hallgassák meg. Köszönöm szépen. A Pest megye intézmény fenntartó központ sajtóközleménye. Mede Norbertet 2012. április 3-ai hatállyal a Pest megye intézmény fenntartó központ vezetője megbízta a Szigetszeg Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium igazgatói teendőinek ellátásával 2012. július 31 napjáig az új kiírásra kerülő pályázat eredményes elbírálásáig. Mede Norbert. Ki az a Mede Norbert? Károli Gáspár, Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán megszerzett történelem szakos tanári, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári diplomával rendelkezik. Úgy mint mit? Ez megfelel a jelen vezetői megbízáshoz szükséges szakvégzettségeknek. A vezetői megbízáshoz figyelembe vehető szakmai gyakorlat időtartama 12 év. Osztályfőnöki és érettségiztetői tapasztalattal több nyelvismeretével rendelkezik. A jogszabályoknak mindenben megfelelő döntés született. A jogszabály, a fenntartó, a Pest megye intézmény fenntartó központ döntési körébe utalja az iskola vezetőjének megbízását, annak minden felelősségével együtt. Ez történt. A Pest megyei intézmény fenntartó központ által kiírt a NEFMI miniszter által döntéshozatallal záruló pályázati eljárás nyílt és nyilvános. Ez az új pályázatra is igaz. Minden arra alkalmas pályázó számára lehetőséget jelent a pályázaton való indulásra. A pedagógus közösségnek és valamennyi a pályázaton induló pályázónak tisztába kell lennie azzal, hogy a pályázat végén egy nyertes lehet. A gyermekek... Végig mondanám, és utána pedig, amennyiben igény van rá, válaszolok kérdésekre, de arra kérem tisztelettel, hogy hallgassák végig a sajtóközleményt. A gyermekek érdekeit figyelmen kívül hagyva, 22 pedagógus lemondott az osztályon. Sajtó! Ez a sajtó! Ez a sajtó! Egyfelől mutatom a következőt.
megengedhetetlen formája. Válaszol a kérdésre, csak befejezném a mondatot. 29 közoktatási intézményben megismétlésre kerül a pályázati eljárás, tehát valamennyi Pest megyei közoktatási intézményben megismétlésre kerül a pályázati eljárás, és ennek a lezárulta július 31-e. Augusztus 1-től kerül kinevezésre az intézményekben az igazgató. A kormányrendelet a 138-as kormányrendeletet módosítva lehetőséget teremtett arra, hogy az intézmény zavartalan működésének biztosítása érdekében az intézmény fenntartó központ vezetője döntést hozhasson. Hogy megbízást kinek ad. Valószínűleg, akik ismerik a kormányrendelet tartalmát, úgy tudják, hogy többféle döntés születhetett. És indokolni lehet, hogy a kérdéseikre ez választ ad. Egyrészt, egyfelől lehetőség lett volna, és van is arra, lesz is ilyen, hogy a meglévő, tehát március 31-én vezetői megbízása megszüntével az igazgató kapta volna a megbízást erre a 4 hónapra, tehát erre az átmeneti időszakra, illetve másik lehetőségként a nevelőtestület azon tagja, aki ezen szakmai végzettséggel rendelkezik. Ez történt. Szeretném még azt hozzátenni, hogy szeretném azt hozzátenni, hogy a lejárt mandátum igazgató egy éve megbízással látta ezt a feladatot. Érettségi előtt. Arra
miért kell ezt csinálni? Hát ebben a butitás megy, hát ide csinálják. Hogy doktorát ön, mondja már meg! Jó, én azt gondolom, hogy akkor tudjuk a párbeszédet folytatni, és akkor tudok kérdésekre válaszolni. Hogy tud válaszolni? Minimális tiszteletet megadják. Maguk megadták a tiszteletet, és megfelelődhetem. Maguk se tisztelnek. De az intézmény fenntartó központ vezetője, döntési jogkörében eljárva, döntési jogkörében eljárva ezt a döntést hozta. Hogy pont a gyermekek az itt tanuló érdekeit figyelembe véve. Én azt gondolom, hogy az esélyegyenlőség alapján mindenkinek lehet. Tehát a 4 hónap átmeneti időszakában azért 4 hónap, mert július 31-e a lezáró időszak. Az emberek többsége 2/3-al megválasztott.
Tehát azért azt látni kell, hogy a kétharmad az mindenhol érvényesül, itt is érvényesül a kétharmad. Ugye? Tehát ebben az iskolában is vannak ilyen gyerekek is, meg olyan gyerekek is. Ugye? Arra nem is nagyon akarok kitérni, amíg a különböző hírportálokon megjelentek, mert tisztelettel elmondom, neveket nem fogok mondani, de nem csak egy országgyűlési képviselőnek a gyereke jár ide, hanem jár ide bizony ellenzéki is, meg kormánypárti is még. Tehát az, hogy most valakit itt a hajánál fogva előrángatnak, ez nem tisztességes dolog. Az minden esetre látható, és ezen kellene gondolkodni, hogy a városnak nyilvánvalóan terve volt Bede Norberttel, hogyha ugye az ő tanulmányait finanszírozta, és nem pedig a megbízott igazgató. Ugye a megbízott igazgató például pont ugyanazt végzi, mint amit nálad megtenni. Vagy a volt megbízott igazgató. Vagy a leendő megbízott igazgató. Ugye, én kérem, sőt, tovább megyek, követelem, hogy a megyei fenntartó ezt a megbízást vonja vissza, amennyiben... Amennyiben Bede Norbert nem tér jobb belátásra, és nem teszi meg saját magától, hogy ezt visszaadja. Nem hiszem, hogy egy ilyen ellenszélben kellemes dolog lehet dolgozni. A másik, hogy ezt megfogalmaztuk írásban is a megyei kormányhivatal felé, amit majd az ajtónál kérem, hogy mindenki lásson el kézjegyével, és tegye mellé, hogy melyik osztályból van, vagy melyik osztályt képviseli, vagy melyik osztályban jár a gyereke, hogy tudjuk, hogy körülbelül hányan voltunk és hányan követeljük. Én azt gondolom, hogy itt most a többség azért itt van, tehát ugye van nálunk 600 diák, abból mondjuk ugye 500 pár szülő, mert sok testvér is jár ide. És kérem szépen azt, hogy abban gondolkodjunk, hogy a tanári kart támogatjuk ezzel. Tehát ezzel az aláírással és ezzel a követeléssel nem elsősorban Bede Norbert ellen vagyunk, hanem a tanári kart és az iskola mellett. Biztosak vagyunk benne, sőt, abban is biztos vagyok, hogy az itt lévő szülők, hiszen van itt olyan, akinek már 10 éve jár ide gyereke, ugye, tehát mindig másik. Tartok tőle, hogy ezzel az iskolával kapcsolatban jobban képbe vagyunk, mint a kormányhivatal illetékes képviselői. Ezért vártam volna azt el tőlük, hogy azokat a véleményeket, amik innen jönnek, azokat elfogadják és szakmai döntést hozzanak. Hogy álljon már meg a menet, mi vagy kísérleti nyúlak? Az ország 20. gimnáziuma kísérleti nyúl, hogy hát ha ez a pasi is jó lesz. Hát elnézést kérek, ez a mondat volt a legbotrányosabb része az egésznek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Cita Zoltán, mint Bede Norbert egyik elnökemnek az osztályfőnöke volt, és ilyen szempontból semmi kifogásom nem volt ellenük, de igazából Cita Zoltán 15 év, vagy annál több idő óta egy igazgató helyettes, ha a folytonosságot szeretnénk biztosítani, semmi más nem tehetnénk, mint hogy őt tovább hagyják ebben a munkában, itt kibontakozni, tehát a folytonosságot továbbvinni, de ami a fő problémám nekem, és manapság több ilyen helyzet is van az országban az, hogy Cita Zoltánról tudjuk, hogy ő egy becsületes, négy gyermekes családapa.
viselkedett a feleségével, mert én a saját gyermekemtől tudom. Én is egy 4 gyermekes boldog házasságban élő és keresztény értékeket valló anya vagyok. Nem szeretném, hogy ilyen morálisan nem megfelelő ember legyen az iskola élén. Ha ezt tudnak csatlakozni, írják ezt is a kifogások közé. Köszönöm szépen! Minden eszünkbe, tehát praktikusan ez egy, nagyon szépen köszönjük ezt a hozzászólást, amit az erkölcsi értékeket egy kicsit a helyére tette. Hogyha valakinek van még hozzáfűzni valója, szívesen látunk bárkit, tehát ez egy nyilvános fórum, itt mi szülők jöttünk össze, és azért jöttünk össze, hogy meghallgassuk egymás véleményét, nem szeretnék egész estején beszélni, ez egészen biztos. Van félelmítve. Az igazgató ugye itt állt a kormányhivatal mellett, vagy a kormányhivatal állt az igazgató mellett, most ezt nem tudom melyik, de az igazgató ugye tegnap meghallgattuk, tegnap az egész este a Zövilból, tehát amennyiben ők kívánják, szívesen látjuk, de hallgattassék meg a másik fél is, nincsen ezt esetleg. Csak én azt vártam, hogy majd befejezi a kormányhivatal képviselője, és akkor az igazgató is megszólal, de nem tette. Ő maga részéről befejezte. Én beszéltem Feri bácsival, úgy volt, hogy... Itt van. Jön. Ugyanis ők már kijelölték az igazgatót, egy marxista etikából doktorált alsó tagozatos tanítót. Nem vicc, ő volt kijelölt, úgy húztam el az orra elől, azzal, hogy sikerült kikényszerítenem, hogy írjanak ki pályázatot. Aztán 10 oldalba kérték, én 100 oldalba adtam be. Foglalkozom 20 éves korom óta. Nekem vannak lábjegyzeteim a 25 évesen megvédett doktorimban. Mióta nyugdíjban vagyok, most jelent meg a 3. könyvem. A 3 fő körülbelül 1000 oldal. Tehát az emberek testrészét használja, az nem csökkevényesedik el, ez az agyvelő. Na már most, a véleményemre kíváncsiak? Igen! Cita Zoli nekem munkatársam volt, és kiváló munkatársam. Amikor átvette ideiglenesen a iskola vezetését, tehát megbízással. Ő nekem azt mondta, Feri bátyám, én konzervatívabb leszek, mint te voltál.
Ennek az iskolának semmi baja nincs a tanulással, de a fegyelemmel igen. Igaz, minden a fegyelem mellett beszél. A hülye amerikai filmek, ahol a tölyök csapkába ül és felrakja a lábát. Már csak ez hiányzik. Na most. Örültem Cita Zolinak, annak is örültem, hogy megkért, hogy heti másfél órába tanítsak. Eddig tanítottam. Igen, csak hogy az én óráimat az igazgató írja alá. Nagyon sajnálom a diákjaimat, ezt aztán nem taníthatok, hiszen egy olyan fiatal, éretlen gyerek, kérem, a Mede Norbi egy nagyon tisztességes fiatal tanár volt, mint tud az iskolában, aztán bizonyos magánéleti problémák miatt lelépett, elment Írországba segédmunkásnak, aztán hazajött. Igazgatom. Hát de kérem, hát álljon, kérem, higgyék el, én vagyok az az ember, aki azt mondja, hogy igen, öregem, hát igazgató akar szenni, ám legyél. 10 év múlva! Szembe. Hát a 41 szavazatból 40 nem rászólt, ő volt a 41. Értsék már, hogy szembe széllel vezetni, a demokráciának van egy szabálya. Semmit rólunk nélkülünk. Tehát ha a tantestület nem akarja, neki nem bezúl a szabad elvállal, igen, de marha nagy bajba van. Értsék meg, szegény gyereke. Mert a polgármester fizeti a tanítatását. Na jó, hát bocsánat, kérdezi, mert a polgármesterről lehetne így beszélni, ezzel a bizonyos kihajét nem. Mert persze, hogy a mi pénzünk. Kérem szépen, attól félek, mindenki tudja, hogy én jobboldali vagyok. Attól félek, hogy legalább 2000 ember nem fog a Fideszre szavazni, ha ezt a cirkuszt megcsinálják. Elnézést! 2004-től ebben az épületben nyelvvizsgahely működik. Eddig én vezettem ingyen. Van a nyugdíjam? Soha nem. Én András Fali vezető tanácsadója voltam ingyen, mert az ország szegény. Nem kell rámenni a pénzre, Jézus Isten, ha tudnánk, hogy mennyi ember futkározik mindenféle judás pénz után. Ugye? És hasalnak lapulnak. Csak én azt nem tudom, hogy ifjú barátom Mede Norbert, hogy a csodába tud majd bejönni ebbe az épületbe úgy, hogy szinte közútállatnak örvend. Nagyon sajnáltam ezt a kislányt. Ezt a doktor Bubót, nem doktor. A parancsot. Kérem szépen, a kormányhivatal nem jött ki, amikor az igazgató választás volt. Nem érdekelte őket a vélemény, hiszen már előre meg volt határozva. Előre tud, teljesen mindegy. Most az ország 20. iskoláját ebek 30-adjára rá. Kérem szépen, ma délután nyilatkoztam az ATV-nek. Én a jobb oldali. Szabadságon. De kérem szépen,
karrier. És ezért a lehetséges 600 gyerekért, ha kell, én a Tom Banditnek is kezdem. Egyéb irányú tárgyalásokat is folytattam, de ez legyen az én titkom. Nyugodjanak meg, tartsanak ki, követeljék, addig követeljék, amíg a hegyek megindulnak, és elsöprik az iskola tönkretevőit. Mindent tisztam.
tehát most ilyen országot élünk, most egy biciklás van, jogilag itt ezt a dolgot rendbetették, most lehet, hogy ha mi nem tiltakozunk itt még hosszasan, akkor ez a dolog azt gondolják majd, nem tudom, a megyébe vagy a, vagy a előforrás, hogy ez a dolog majd elő, és akkor majd valami lesz bevetett. Én ezért az első kérdésem az lenne, hogy esetleg valamelyik köztünk valaki olyan, aki, aki mondjuk jogilag ennek a dolognak a hátterét egy picit körbe tudja járni, tehát mondjuk egy jogász, esetleg közoktatás területén járás jogász. Ugyanis azt gondolom, hogy meg kellene azt néznünk, hogy, hogy elég ez a petíció, amit most itt elkezdtünk, akár a diákság részével, akár a szülők részével küldeni. Elég az a tanári karnak az a ellentmondó, vagy nem támogató javaslat, amit ők nyilván nem tudom, beraknak a pályázat lenni, de valamiért sikert született talán a faj. El tudunk-e menni a hölgyike főnökéhez, elnézést a hölgy főnökéhez, aki ezt a döntést hozta, tudunk-e vele beszélni? Van erre lehetőség, ezt tudunk el úgy fogni, mert különben azt érzem, hogy most elszékülhetünk egy darabig, lehet, hogy fölmehetünk a jelenleg kinevezett igazgató szobájára, és igenis megkérhetnénk, hogy jöjjön ki, lehet, hogy az lenne a legegyszerűbb, hogy most ide kiállna. Ugye erre nem olyan, igen, volt például, kiállta meg fölönben, és azt mondta, hogy köszönjük szépen, de akkor mégsem. Lehet, hogy ez lenne a legegyszerűbb megoldás, és akkor holnaptól mindenki is vitatkozásra tudna készülni. Tehát én egy picit a megoldás keresve azon gondolkozom, hogy bocsánat, én érdekemben így most legegyszerűbbnek ezt látnám, de valószínűleg a jogi oldalán is meg kellene nézni a dolgoknak, mert lehet, hogy egy hosszabb csatába kezdünk be, hogy a igazgatóval azt mondta, hogy hegyeket kell megmozgatni és azokat kell ledönteni. Jó lenne, hogyha nem kéne ezt a nagy-nagy hegyet megmozgatni, pláne ugye most tényleg mindennek készülünk, jövő hét, rövid hét, tehát nem hiszem, hogy ezt a dolgot sokáig kell elhúzni. Lehet, hogy ez a legegyszerűbb, hogy most a lépcsőházba fölmenjünk és azt mondjuk, hogy igenis álljon ki, mondjon valamit, nem tudom, mondjon, de ez egy vonulás verzió, de lehet, hogy ez most nem fog megtörténni. Akkor csendben egy ételt, tehát én azt mondom, hogy azt mondom, legyen ételt, akkor nyilván a petíciót azt találjuk, nyilván a petíció elmegy, de lehet, hogy ez kevés, mert ugye láttuk már olyat, hogy petícióra mondhatom, visszaküldtek, stb. Időpontot kell kérni jövő hétre sürgősséggel a fenntartó intézmény főnökénél. Ugye, hogy mondta itt a kollégina? Azt mondta, hogy a saját hatáskörben döntést hozott. Még hagyd hozzá ezt a döntést, milyen szempontok alapján meg kell tőle személyesen kérdezni, ki beszélt vele személyesen, hogy mondom senki, mert hát nyilván nem önöket nem mondtak vele. Tehát rész, bocsánat, körülbelül ennyi megoldást próbáljunk találni, mert egy picit félek attól, amit itt a diák kislány mondott, vagy hölgy, hogy egyfajta ilyen sztály, engedetlenség. Vigyázni kell azért egy picit ezzel azt gondolom, mert ugye azért mégiscsak világban élünk. Vannak emberek, akik kormányrendet hoztak, azokat az embereket valaki oda küldte. Most van egy jogi helyzet, nekünk is azt gondolom, hogy ezen keretek között kellene tovább lépni. Egy picit nem tudom lenni, hova mondnék ezekről. Nyilván vannak a polgárokat és különböző fajtái. Itt előtök életünk, azt gondolom, hogy fölmentünk. Szerintem abban semmi nincs, hogyha fölmentünk és megkérdezzük a polgárokat, hogy mit gondol el a dolgot. De ennyi, tehát én befejeztem említést. Valami megoldás, hogy nem tudom, kinek más kerületetben van, a kooperatív szintű dolgok, hogy hogyan lépünk tovább, mert különben picit félek, hogy a dolgok nem fog eredményezni ezzel. Köszönöm szépen, hallgatom. Válaszolni, de ahogy tegnap is történt a menzában, sokszor nem voltak már, vagy mivel nem olyan választ adtam, ami önök szerint megfelelő lett volna, ezért sokszor közbe kiabáltak, és én ezt nem szeretném. Tehát én teljesen nyílt vagyok mindenkivel a kapcsolatfelvételre, csak azt nem szeretem. Tehát amikor ez a hölgy a fenntartó véleményét közölte, és azt kiabáltak, hogy nem érdekel, stb. Én megértem őket, hogy van feszültség,
feszültségerekben, mert szülők vagy önöket érinti, csak azért úgy gondolom, hogy őt is, mert az is egy része az igazságnak, amit a fenntartó, tehát amit ő indokként közölt. És akkor a mai, ma reggeli alkalommal a szülőknek, bocsánat, a tanároknak is, tanárokkal is közöltem, hogy meggondoltam és nem mondtam le még. Tehát nem mondtam. Azt mondtam, tehát hogy nem mondok le. Nem. Én ezt tudom, mondtam, közölték velem néhányan, hogy addig nem mennek haza, de én tisztelettel arra kérem önöket, hogy én sem viselkedtem soha így önökkel, önök se tegyék ezt. Tehát tudunk tárgyalni, meg minden, csak ne az indulatok vezéreljen. Tessék. Persze. Amikor ki volt írva ez a pályázat, és de én ezt tegnap is elmondtam, és valószínűleg ugyanaz lesz a reakció, és én beadtam egy pályázatot, ami most elhangzott a igazgatói irodában egyes szülőktől, hogy én beadtam egy pályázatot, és nekem voltak ötleteim, és én ezt szerettem volna megvalósítani. Természetesen, amikor ezt az ötletemet leírtam, vagy a pályázatomat, az még egy 5 éves időszakra szólt, tehát úgy volt kiírva. Most egy 4 hónapról van szó, tehát amikor tegnap azt mondtam, hogy az én célom egyértelműen az, hogy ezt az iskolai évet minél zavartalanabb, ha már így van a döntés, minél zavartalanabbul lebonyolítani. Aztán, amit még, ha már itt tényleg tudok beszélni, az, hogy engem is, mert a mai újságokban is, vagy műsorokban is, különféle rádióban is megjelentek olyan dolgok, amik nem igazak, vagy féligazságok, de tehát én most arra törekszem, és azt nem értem, biztos megvan a magyarázata, én személy szerint nem értem, hogy mi ez a nagy ellenállás, azért, mert én az iskola érdekeit szeretném a továbbiakban is ugyanígy képviselni. Tegnap, amikor kérdeztek olyan dolgok, hogy én ezt hogy képzelem, tehát, hogy és akkor én elmondtam, hogy ami nekem a tegnapi tudásomhoz van szó, tehát az ismereteimről, hogy egy iskolának szeptemberben meg vannak határozva a feladatai, tehát egy tanév rendje, illetve vannak közben dolgok, amik felvetődnek, egy telefonhívás a fenntartótól, egy bármi, de most már a mai nappal rengeteg konkrétumot is tudok mondani, tehát amit megkaptam iratként, tehát iratcsomóként, amikkel lehet foglalkozni. Tehát az operatív munka, amire tegnap rám kérdeztek, azt én már elkezdtem nézni. Igen? Azt mondta, hogy szeretnék, hogy nyugodtan a programját megvalósítani. Miből gondolja azt, hogy egy olyan iskolában, ahol a teljes tanárikar önellen van, a teljes diákság önellen van, a teljes szülőikar önellen van, ez nem teljesen igaz, amit mondtam. Jó, nem a teljes, de az öme, és azt vállalom, hogy ezt a programot ön bármilyen módon is meg tudja valósítani. Elnézést, de itt a szülőknek mondtam előbb egy viccet. Ezt elmondanám önnek is. Egy ember megy az autópályán, és hallgatja a rádiót, amiben bemondják, hogy vigyázzon mindenki, mert egy őrült szemben megy a forgalomba. Akkor ismeri a viccet. Ennyi. Köszönöm. Nem válaszol? Ja, hogy... Hát ez kérdés. Elérte, hogy ez a poén volt. Egy kérdés volt az alaj. Ja. Amikor mindenki jön szembe az autópályán, hogy gondolja ön, hogy végig fog menni az autópályán? Aha, értem. Köszönöm. Most igen, legyen a válaszok. Sisegés? Köszönöm, én ennyit szeretném. Még mindig az első kérdésre, amit nem adtuk. Az önnyit a fejére, hogy miért nem mond le, mint a mindenki.
ez az én döntésem volt. Volt egy valamit kinevezés, és... Azért, mert úgy gondolom, hogy ha én viszem tovább az iskolát, sem történik semmi probléma a továbbiakban. A színvonalad és az iskola életével. És szerdától nem lesz iskola, mert nem lesz ide diák, aki ide bejöjjön. Mert meg fog, gondolom, hogy minden szülő fejében meg fog fordulni, hogy egy ilyen igazgatás alatt lévő iskolába járhatom el a gyerekem. Ez mi, hogy ilyen igazgatás alatt lévő? Aki így veszi át az iskolát, ilyen körülmények között. És rendőrkúz, és nem rendőrkúz. Azt mondom, hogy többen bejöttek az tanár igazgató irodába, hogy addig nem, amíg nem mondok le, addig nem hagyják az épületet. Tehát ez...